A stúdióban köszöntöm Dobó Enikőt, a Végszínház színművészét. Szervusz, Enikő! Sziasztok! Hiszen a Margit-szigeti szabadtérin ma este és holnap este kabaré előadás lesz, amire nagyon készültetek ebben az őrületes melegben. Igen. Nagyon fáradtak vagytok? A magam nevében tudok csak mesélni. Igen, én egy kicsit elfáradtam, de én ma nem fogok játszani, nekem holnap lesz előadásom, és szerintem addig azért ki tudom pihenni ezt. Minden esetre reméljük, hogy az időjárás az kedvezni fog ma is, és holnap is az előadásnak. Azt azért mondjuk, hogy te vagy Sally Bowes. Igen, én és Szilágyi Csenge. Kettő szereposztásban játsszuk Sally Bowes szerepét. Ezt már bemutattátok, ezt az előadást, volt egy házi bemutató. Pontosan házi bemutató volt, tehát a hivatalos premierünk az októberben lesz. Uh-huh. Ez a házi bemutató kisebb közönség számára volt, egészségügyi dolgozóknak adtak el, én úgy tudom, hogy grátis jegyeket, ezzel meghálva a sok-sok munkájukat, és hát igazából hangulatos volt, mert nagyon családias volt ezáltal, ugyanis azért az egy 1200 fős nézőtér, így pedig azért elég szűkösen voltunk. De itt viszont a Margit-szigeten meg megtapasztalhatjuk azt, hogy közel 3000 ember fog nézni minket, és ez azért elég zavarba ejtő, és ettől nagyon-nagyon izgatott és felspanolt mindenki. Mondjuk ez a fajta izgatottság biztosan jót tesz az előadásnak. Mekkora meló volt egy színház épületéből kivinni egy szabadtérre? Gondolom a díszlettel is volt meló, hogy esetleg játszik a díszlet, a függöny, ezt itt nem tudjátok megvalósítani. Igen, így van. Kellett pár változtatás, ezen dolgoztunk az elmúlt pár napban. Viszont azt hiszem, hogy nem fogott ki rajtunk a tér. Ilyenkor nagyon fontos arra figyelni, hogy sokkal nagyobb gesztusokkal kell élni. Mindent egy picit le kell lassítani, ugyanis a nézőnek ezeket a kis hangyákat, akiket lát, észre kell vennie, hogy na most akkor ő beszél, és hogy nehogy lemaradjon véletlenül bármilyen fontos információról, ezt a tempót ezt fel kell vennünk. De ellenben nem ülhet le az előadás, tehát azt a fajta ritmusát, belső ritmusát meg kell találni. Ezt próbáltuk behangolni az elmúlt pár napban. Remélem, hogy sikerül, és az előnyére vált a darabnak. A járvány időszakban te sem játszottál, feltételezem. Nem, viszont szerencsére szinkronizálni tudtam. A szinkron volt, de azért az egy más műfaj. Igen. Egy kicsit a műfajon belül más műfaj. Milyen érzés volt közönség elé állni először, ezután, a hosszú idő után? Ki voltunk éhezve. Én személy szerint nagyon. Az emberben ilyenkor már rengeteg emóció gyűlik fel, és azért ez az időszak mindenkinek, akármennyire próbáltuk hősiesen megélni, szerintem mindenkinél azért időszakosan előjött az, hogy mi történik. És ez színészként egy szerencsés állapot is valahol, mert megkönnyíti adott esetben egy ilyen drámai szerepnél a feladatunkat. Úgyhogy óriási ajándék volt, amikor ott álltam, és így együtt lélegeztünk egy nagyot a nézőkkel, és akkor elkezdtük, és hát igen, ez ilyen libabőrös állapot. A kabaré azért egy nagyon híres film, Liza Minnelli főszereplésével. Mennyire tetted magadévá Liza Minnellit, illetve mennyire szerettél volna inkább elkülönülni tőle, hogy egy teljesen más Sally Bowes-t csinálj? Az előadást Béres Attila rendezte, és ő fontosnak tartotta nagyon, hogy ne legyen közel Liza Minnellihez. Igen. De ezt meg lehet tenni? Nem nézted meg a filmet előtte? De, pedig nem szoktam ilyet csinálni, mert lekorlátoz. Tehát szeretek egy szerephez, úgymond szüzen neki indulni. De ez nagyon nehéz szüzen neki indulni. Ennél igen. Sőt, hát már színházban is többször láttam. És akarva akaratlanul az ember átvesz belőle dolgokat, de talán ez megkönnyíti, ugyanis nagyon jó példákat láttam rá. És az a fajta tehetség, amit Liza Minnelli képviselt, az, hogy ő Sally Bowes, tényleg, azt nézni inkább inspiráló, mint hogy korlátozna.
Igen. Azért soroljuk föl a szereplő, a további szereplőket, hiszen nem kisebb nevek vannak benne, mint Kern András, Igó Éva, Seres Zoltán, konferenciér, igen, Brass Bence, a partnerünk, a szerelmünk, ugye Csengének és nekem, ő Cliff, akkor egykori osztálytársam az egyetemről, Horváth Szabolcs játsza Ernst szerepét, úgyhogy jó páran benne vagyunk. A téma mennyire érint téged mélyen? Vagy mennyire... Eléggé, főleg mert minden korban azt hiszem, hogy megvan a saját aktualitása. Tehát ez annak idején a 30-as években a fasizmusról szól, a fasizmus felszakadásáról vagy betöréséről Németországba. És ott volt ez a lány, ez egy borzasztóan szomorú történet. Ott van ez a lány, aki mindenáron színésznő szeretne lenni. És tökéletesen lehet követni azt, ahogy az a kor elnyomja, és ott van a szerelme, azt is elveszíti, lesz egy gyereke, azt is elveszíti, és a művészet szabadsága is meghal. Ennél tragikusabb nem nagyon lehet. És ez sajnos... Azt hiszem, hogy nem sokat kell ezen pluszba dolgoznom jelenleg, hogy ez működjön, és a gondolat valós legyen. Egy kicsit dobjuk fel a hangulatot. Persze! Hát mert hogy tele van csodálatos zenékkel, zenei betétekkel. És azok a dalok állati nehezek is. Tehát azért minden elismerésem, hogy ezeket a dalokat így eléneklitek. Köszönjük szépen. Mi lesz az évadoddal? Mire számítasz ebben az évadban? Gondolom már tudod. Nem igazán. Még nem? Mert hogy van A, B, C, D, Z terv is. Aha. Nem lehet a pandémia tudni, miatt? Történik. Igen. Uh-huh. Ezért készen kell állnunk mindenre, lehet, hogy lesznek szerepátvételek, beugrások, és szépen hónapról hónapra haladunk majd. Nyilván Rudolf Péter fejében már van egy kialakult kép, de nem szeretne ígérgetni, ezért fokozatosan tudjuk meg a szereposztásokat. Hú, ez is izgalmas helyzet, azért igen. Nem ehhez vagytok nyilván szokva. Nem, de valahol engem ezek nem zavarnak. Uh-huh. Nagyon hálás vagyok, hogy egy társulatban lehetek ebben a nehéz helyzetben, és én bízom Péter döntésében, szóval, meg egyébként ez olyan, mint egy ajándék, azt se tudjuk, hogy mi lesz, igen, meglepetés. Igen, izgalom. Igen. Kicsit hazabeszélek, mert nekünk van egy műsorunk, a Magyar Változat, ami szinkronizálással foglalkozik, és te bizony szinkronizálsz, nem is keveset. Igen. Mennyi szerep tölt be a te életedbe a szinkronizálás? Sokat, mert nagyon szeretem. Nagyon. Egyszerűen évek óta csinálom, és nem tudok nemet mondani semmire. Pedig van, hogy tényleg úgy kell belepréselnem az időmbe, és ha belegondolunk abba, hogy reggel próba előtt rohan az ember, délután rohan, dugóból dugóba, az alapvetően egy felfokozott állapot, mert muszáj odaérni kezdésre, tudod, hogy 5 percek vannak beosztva. De én még mindig annyira jól érzem ott magam is, és tehát szerintem rengeteget ad színészként az, hogy folyamatosan más karaktereket látunk. Uh-huh. Tök mindegy, hogy minőségében az egy rosszabb verzió. Akkor is abból is tanulunk, meg hát ha szerencsés esetben kapunk egy zseniális színészt, hát... Hát akkor ez egy öröm. Igen, hatalmas öröm. Óriási kalappal nektek. Köszönjük az eső szépen. Kerüljön el ezen. Én is ezt kívánom mindkét napra. Én pedig nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Szervusz, Enikő. Szia, köszönöm. És Péter érkezik vissza Závetsz Tiborral.